Szia, Ponti! Sziasztok! Nem lehet csak úgy megenni, mert meghal. Mindig nagy öröm számomra, hogyha gyerekekkel foglalkozhatok, a gyerekekkel horgászhatok. A mai nap folyamán a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola első C osztályát várom ide, az Ezüst Tó Horgászcentrumba. Remélem sikerül a gyerekekkel megismertetni és megkedveltetni a horgászatot. Többek lemaradtak a végén. Ki az, aki horgászott vár közletek? Én nagyon. Itt a legjobb alkalom rá, hogy most ezt kipróbáljátok. Elsőként mindenki kap egy vödröt. Jó? Jó. Milyen vödröt? Választhatok egyet. Mindegy forma, úgyhogy nyugodtan. Ebben nincs. Haza visszük a halálba. Igen. Halat nem visszük a halálba. Nem azért kaptátok a vödröt. Azért kaptátok a vödröt, mert ezt fogunk elérni. Választ nyugodtan magadnak. Ebben fogunk most keverni a halottáknak etető anyagot. Kölnök is fogunk fogni. Hát remélhetőleg fogunk. Ebbe betont keverünk? Nem betont keverünk, egy vegyetanyagot fogunk keverni. Jó. Hát akkor rárakjuk a csalit. A csali az gumikukorica lesz. Bonts föl, légy szíves. Kivesszük a kupakot belőle, hogy hozzáférjünk a csalihoz. Fúj, de büdös. Jó. Ezt a kis betétet elé tesszük. Látjátok, itt a csalika. Ezt fogja a hal bekapni. Most nincs más teendő, mint ezt beleteszem egy töltőszerszámba. És erre teszünk kaját. Segítetek nekem kaját tenni? Rakjatok bele kaját. Jó? Szóljatok rá nyugodtan, bátran. Egy kicsit letömörítem. És amikor belenyomtam, akkor itt szétveszítem. És látjátok, ott a kaja, közepébe a csalival. És ezt fogjuk bedobni. Elsőként ezt bedobom meg én. És fogja enni? Hát remélhetőleg igen. Ezt belendítem én, a többit pedig ti fogjátok. Na, most akkor láttátok, hogy kell csinálni. Akkor segítsetek nekem föltűzni a csali tüskére. Így az ujjaddal. Csak az ujjaddal húzod a, jó? Jó, lehúzom. És amikor így előrendítjük, most enged. Ügyes, nagyon ügyes. Úgy kell arat fárasztani, ott megfogod azzal a kezeddel, igen, és tekered az ósónak a hajtókarját. Próbáld tekerni, igen. És érzed, hogy húzza valaki ellenállást. Fejtj ki a túloldalon. Mindjárt visszaengedjük, jó? Mert a halacska az a levegőben nem sokáig. Visszaengedhetem. Gyere, majd segítesz nekem, várjál csak. Nem, én visszaengedem.
Jó. Jó, hát ugye szinte hihetetlen, de az első dobásra, Pannika, mit akasztottál? Egy amúrt. Ennek a halnak a neve amúr. Ez egy növényevő torpedó, rendkívül ügyes és gyors hal, de te még ügyesebb is, még gyorsabb voltál, megfogtad. Gratulálok az első halathoz. Ugye ez az első halacskád? Nagyon ügyes vagy. Még nem haláztam, de nagyon jó. Hogy érezted magadat? Szuper volt a fárasztása? Hát akkor ide visszaengednünk. Ugye ennek a halnak hol a helye? A bíg. Bíg bizony, így bizony. Kialakítottunk négy munkacsoportot, az osztály létszáma 24 fő, így négy részre osztottuk. További három kollega segít a horgászat alapjának megismeretése a gyerekekkel. És már itt egy újabb hal. Jó, ne húzz tovább, Rami! Ajajaj! Itt egy újabb gyönyörű ponty. És már a szágban is van. A gyerekek egyébként hihetetlen gyorsan megtanulták, hogyan kell bedobni, hogyan kell a végszeréket felcsalizni, majd etetőanyaggal megtölteni, és íme az eredménye, egy újabb gyönyörű ponty. Tetszik a horgászat, lányok? Igen, nagyon tetszik. Ez egy igazi csapatmunka volt, lányok, igaz? Anna bedobta, én ügyes vagyok. Panna kifárasztotta. Én ügyes vagyok. Mindannyian nagyon ügyesek vagytok. Anna bedobtad? Panna. Panna kifárasztotta, aki most elszökött. Nem ment. De tökéletes volt, ügyes vagy. Ügyes vagy. Horgászhatok! Horgászhatok! Ügyesek vagytok! Hogy ne? Panni! Segítsenek! Panna ne! Szia, Poncsi! Sziasztok! Nem lehet csak úgy megenni, mert meghal a ponti. Ha dobjunk vissza, fogunk még egyet. Jó! Fogunk még egyet! Igen! Itt van már. Jó, lassít, egy kicsit. Majd, hát igen, menj oda, közel a vízhez, és te fogod megszákolni. Várjál, még. Ja, nincs benne. Ügyesen. Most! Jó? De menj közelebb a vízhez. És ez az! Elkaptam! Jó, ez igen! Ez nagy csata volt, lányok! Ezt hányan fogtátok? Hárman. Igen, mindannyian fárasztottátok. Hihetetlen ügyesek vagytok. Anna, nem fáradtál a kezed? De. Hogy? Te fogod ott, én itt, és ered. Egy kicsit felpörgött a halfogás üteme. Három darab ponty rövid időn belül, három különböző helyen. Ez már 8. Így van, összesen már 8 darab halat fogtunk. Kérdezte vissza a ponymatracba, és felengedjük is vissza őket. Hetedik ponttyal! A legaktívabb, legkitartóbb horgászokkal. Így ponty! Melyiket választjátok? Holnap a felmérő, vagy esetleg kijöttök újfent horgászni? Akkor várlak benneteket szeretettel holnap is a felmérő helyett. Ha a tanítóinik is egyetértenek ezzel. Egyetértenek! Nagyon örülök, hogy itt voltatok, és várunk titeket bármikor, ha kedvetek támad horgászni. Nagyon szívesen.